Vita tárgyát képezi mai napig a női egyenjogúság. Az elmúlt évszázadban sokat javult a helyzet, az esélyek kezdtek kiegyenlítődni, de még mindig felfedezhetünk jelentős különbségeket. Megoszlanak a vélemények a társadalmi szerepekről. Ezt a kérdést jártuk körbe, és kérdeztük meg az utca emberét. A nők előtt olyan távlatok nyíltak az utóbbi időben, ami már több száz éve nem volt, és egyenlőre én úgy gondolom, hogy idő kell nekik, amíg ki tudják használni. Mindenki a maga módján. Azt tudom, hogy Csehországban a nők keresete kétharmadja a férfiakénak. Feltételezem, Magyarországon sincs ez másképp. Magyarországon talán elfogadható, ha beszélünk a nagyvárosokról, de már hogyha jönnek a falvak, vagy azok az elhanyagolt térségek, ahol ugye eléggé nehéz sorsú emberek élnek, ott nem tudom, hogy mennyire érvényesülnek a nők jogai. Ha férfinak születtem volna, akkor sokkal jobban kereshetnék, és nem kéne hónapokat várnom, hogy egy új állást találhassam. Sokan tehát sokfélét gondolnak. Egyesek radikálisabban, mások pozitívabban látják a helyzetet. Nem mindenki tiszteli a nők jogait, ezért több civil szervezet is működik országszerte, amelyek a bántalmazott nőkért alakultak. A statisztikai adatok szerint a minden ötödik nőt ér fizikai bántalmazás élete során a kapcsolatában, párkapcsolatában, házasságában. De a mi figyelmünket arra fordítjuk, hogy hány nőt ér lelki bántalmazás, ami a fizikai bántalmazásnak úgymond az előszobája. A Nők Világa Alapítvány is ezzel a céllal jött létre. Nem csoda hát, hogy a Mary Claire női magazin kezdeményezését ők is támogatják. Nagyon tetszett a kiállítás, nagyon sok színű, tehát azt tetszik benne, hogy tényleg megmutatja a sokféle női sorsot, és hogy pont ezért azt húzza alá, hogy nem annyira sztereotipikusan kell férfiban és nőben gondolkodni, hiszen itt láttunk katonanőket, láttunk, mondjuk maga a kiállításnak inkább negatív, tehát inkább a nehéz sorsú, negatív érzelmeket megmozgató képeket láttunk, de alapvetően abban azt tetszik benne, hogy nem sztereotipikusan építi ezt a női-férfi képet, hanem kicsit megbontja, kicsit sokszínűbbé teszi. A Nők Sorsa a Világban című kiállítás minden darabja mély mondani valóval bír. Leányanyák, prostituáltak, csadorban tornázó lányok, mind-mind olyan történet, ami megér pár percet, hogy megálljunk és elgondolkodjunk a nők helyzetéről a világban. Megkérdeztük Csizek Gabriellát, a kiállítás kurátorát, annak létrejöttéről és koncepciójáról. Nemzetközi szerkesztőségek írt egy profitnak szóló fotópályázatot, aminek a témája a nő. Akkor erre a pályázatra beérkezett a határidők 311 anyag. Prekoncepciója nem volt a kiállításnak, hiszen, vagy a pályázatnak, hiszen egy nagyon tág témakört adtak meg. A nő volt a téma, azt gondolom, hogy az elgondolkoztató inkább, hogy az a 10 anyag, ami itt van, az milyen szerepekben és miként mutatja be a nőt, a nőket. A nyertes az Egyesült Királysági Jackie Dave Matthews fotográfus Csempészek című képsorozata lett. Olyan nőkről szól ez a sorozat, akik olyan kétségbe esett helyzetbe kerültek életükben, hogy semmi más nem tudtak választani, vagy adott pillanatban úgy gondolták, hogy az egyetlen választási lehetőségük az, hogy drogfutárként működjenek. Gyakran egyébként ők voltak azok, akik elvitték a figyelmet az igazán nagy drogszállítmányról. Sajnos magyar alkotás nem ért el helyezést, de sok érdekes kulturális különbséget felvonultató pályamű került kiállításra. Többek között olasz és orosz alkotók értek el kiemelkedő eredményeket. A Női Sorsok a Világban című kiállítás még május 5-ig megtekinthető itt a mai Manóházban. A válogatott képek sokszínű és életközeli betekintést nyújtanak a legkülönbözőbb személyes történetekbe. Horváth Hajnalka, KIF Híradó Budapest.